egy olyan kutatótól hallani ti olyan témát, ami érdekel is téged, és talán benned is elindítja a kutatásnak a vágyát. A kutatói munka fontosságára hívta fel a figyelmet beszédében Heyman Józsefné, a Garai János Gimnázium igazgatója. Több éve, hogy minden novemberben a Tudomány Hetéhez kapcsolódva tehetségnapokat szerveznek a Szekszárdi Gimnáziumban. Az idei évben az a program fő célja, hogy a tanórákon kívüli tehetséggondozás is megvalósuljon. Célunk az, hogy megismertessük a diákjainkkal ennek a jeles napnak a fontosságát, a lényegét. Ugye 1997 óta ünnepeljük november első napjaiban a Magyar Tudománynak a napját, és ebből az alkalomból szervezünk mi is, ha nem november első hetére, hiszen ez általában egybeesik az őszi szünettel, hanem a novemberi hónap későbbi heteire, de egy egész hetet szánunk arra, hogy a diákokkal megismertessük ennek a jeles napnak a fontosságát, ennek keretében minden évben nagyon színes palettán kínálunk számukra programokat két tanítási óra keretében, aminek az a lényege, hogy a legkülönbözőbb tudományterületekkel megismerkedhessenek, a természettudományokon keresztül, a humántudományokon át, tényleg minden évben nagyon fontos szempontunk az, hogy a különböző tudományágakat átöleljük a programokkal. Úgy gondolom, hogy idén is sikerült tényleg egy nagyon színes kínálatot nyújtani a diákok számára. Idén különös figyelmet fordítottak az idegen nyelvekre és a történelemre. Az ötnapos rendezvény alkalmával a diákok is teret kapnak. A hét két napján magyar és angol nyelven saját kutatásaik eredményeiről számolnak be társaiknak. Idei év különlegessége az, hogy egy két nyelvű, tehát egy magyar és egy angol nyelvű programmal is készültek az angol nyelvet már kitűnően beszélő diákjaink, amit összekapcsoltak egy kicsit az irodalom tudománnyal, egy kicsit a környezettudatossággal, hiszen ez is egy nagyon fontos szempont, hogy a környezettudatosság, a környezetvédelem is a tudomány ágak köré szerveződve szóba kerüljön a programokon, és éppen a diákok állítottak össze a természetesen a pedagógus segítségével, irányításával egy olyan csokrot az idejében, amivel hát bízom benne, hogy sikerül a garais diákokat és a tanárokat is meglepni. Mi a lehetőséget kínáljuk föl, és hál' Istennek minden évben vannak diák jelentkezők, vagy éppen azért, mert tényleg középiskolai tanulmányi versenyre készítettek tudományos munkát, és azt szeretnék megmutatni a diáktársaiknak, vagy csak tényleg maga a téma, tehát a környezetvédelem, a környezettudatosság és az idegen nyelvűség, tehát ennek az összekapcsolása, ez most az idei évben nagyon szépen sikerült. És külső felkért előadóink is vannak. Szilárdi domokos, hegyek, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, az úrmai, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedő, erdők, titkos ösvények, farkasszagúak, lombfelhők, égbornyi lombkunyhók, csukott szemű lombalagutak. Őrdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csöntüget. Az első alkalommal Változó világunk, zöld utak címmel tartottak kétnyelvű természettudományos előadást a 11 és 12 B-osztályos tanulók. Ennek a jelenségnek több oka is van. Az egyik az éghajlati rendszer belső ingadozásai, amit állandó változások és külső tényezők nem játszanak bennük szerepet. Emellett a külső, természetes külső tényezők is előidézik, mint például a naptevékenység, ami szintén ingadozik, változik. Emellett a napállandó fluktuáció idősora is van, ami röviden annyit takar, hogy a napnak van egy 11 éves ciklusa, ami hozzájárulhatott a párkizet fos melegedéshez. A vulkánkitöréseket is ide sorolhatjuk, ugyanis ezekbe következtében rengeteg mennyiségű kén-dioxid és vulkáni hamok kerül a levegőbe.
Ezekhez társulnak még az emberi tevékenységek által kifejtett hatások is. Elmondhatjuk, hogy összességében ez egy természetes folyamat, gondoljunk csak a jégkorszakra, vagy a középkori kis jégkorszakra, viszont az ember ezt nagy mértékben erősíti és gyorsítja. Ehhez kapcsolódóan szeretnék kitérni az üvegházhatásra. Ez jelenség úgy működik, hogy a napnak a sugarai elérik az atmoszférát, egy részük visszaverődik, egy részük átható rajta. A légkörbe bejutott napsugaroknak egy részét elnyeri a Föld, a többit viszont visszaveri, és a levegőben lévő üvegházhatású gázok ezeknek egy részét visszaküldi a Földre, mondhatni csapdába ejti a hőt. Ez nagyon fontos számunkra, ugyanis nélküle mínusz 18 Celsius fok lenne az átlaghőmérséklet, a mostani plusz 15 Celsius fok helyett. Az előadásom a klímaváltozásról és ennek a problémáiról szólt, és ezt a kutatást már több mint egy hónapja készítettem, akkor kezdtem el csinálni, és angolul ránk kért meg a tanárnő, hogy akkor én erről csináljak egy prezentációt. Több szakirodalmat is olvastam, főleg interneten, angol és magyar nyelven is, és ezek felhasználásával készítettem el, nagyon sokat gyakoroltuk. A tehetséggondozás kiemelt szerepet játszik intézményünkben, és többek között ez is az egyik formája, hogy a diákok külön erre az alkalomra felkészülnek, önállóan előadják a kutatási eredményeiket, vagy bármilyen más produkciójukat. Tehát úgy gondolom, hogy ez is színesíti a palettát, és nem csak feltétlenül a versenyekre készítünk fel, vagy versenyekre készülünk fel a tehetséggondozás révén, hanem ilyen nyilvános megjelenéseken is, amelyek szintén úgy gondolom, hogy a jövő értelmiségének képviselőjéhez hozzátartozik a mindennapi életéhez, hiszen ha vezető pozícióba kerülnek, már pedig reményeink szerint vezető pozícióba kerülnek majd idővel a diákjaink, akkor nekik ez napi lételemük lesz, hogy ilyet is tudjanak kiállni közönség elé, és ott produkálni magukat. A hét hátralévő részében az atomenergiáról és az energiaitalok káros hatásairól tartanak előadásokat a Garai János gimnáziumban.